Érdekelne titeket egy olyan film, amiben vérfarkas orgia van, vérfarkas édes hármas, a vérfarkasok úgy néznek ki, mint a majmok lennének, és mindez megspékelve Christopher Lee-nek a színészi játékával úgy, hogy látszik, hogy fogalma sincs, hogy mit keres ebben a filmben. Ez az Üvöltés 2. Hogyha érdekel és meghoztam hozzá a kedvedet, akkor tarts velem! Üdvözletem mindenkinek, ez itt a Horoszkóp. Csináltam egy új intrót a videóknak, és mivel ez a videó az üvöltés második részéről szól, bele is tettem egy apró jelenetet az üvöltés második részéről az intróba, ugyanis nem tudom, hogy veletek előfordult-e az valaha, hogy megnéztetek egy filmet mondjuk rossz hangulatba, vagy fáradtak voltatok munka után, és nem tetszett a film, vagy mondjuk nagyon szerettétek az első részét, és teljesen más volt a második, vagy nagyon csalódtatok benne. Mert velem ez történt annak idején az üvöltés második részéről. Aki figyeli a csatornámat, az tudja nagyon jól, hogy több üvöltés filmet már kiveséztem, és eléggé egy véleményem voltam eddig az összes üvöltés folytatásról. Viszont megvásároltam a második részét az üvöltésnek. Az első ugye megvan, a második is most mellettéve, illetve a harmadik is, majd arról is lesz egy videó. A többit ezt nem tervezem megvenni. Ugyanis 4., 5., 7. részről már csináltam ugye videót. Idővel lesz mindegyikről. És akkor tudom majd csinálni egy rangsorolós videót, olyan még eddig úgyse volt az én csatornámon. Na de visszatérve. Volt egy jó akció az árónak a weblapján, és akkor rajta volt ez a lemez is, mondom, egy fene, megveszem. Ugyanis, hát régebben láttam már közel egy éve, és hát nagyon nem tetszett. Tehát több részletben is néztem meg a filmet, ugye fáradt is voltam, meg minden. Aztán úgy voltam vele, hogy most újra nézem. És már fel voltam rá készülve, hogy mi vár a filmbe, ugyanis én naívan, amikor elsőnek láttam bármelyik üvöltés részt, én azt hittem, hogy viszi az első részt tovább, amit én nagyon szeretek egyébként, ugye ezt már kifejtettem többször a csatornám, de hát ez egy teljesen más film. Viszont én azt mondom, hogy ez a film, így, hogy már tudod, hogy mire vársz, és hogy az elvárásaidat csökkented, legalább annyira szórakoztató, mint az első rész, csak teljesen máshogy. Ugyanis, míg az első az egy komoly horrorfilm, egy jó sztorival, kiváló színészekkel, addig ez egy másik dimenzióból lenne egy film, egy kifordított verziója az első résznek, ugyanis az összes üvöltés közül ez az egyetlen üvöltésfilm, ami folytatja az első részt. De még hogy? Tehát aki látta az első részét a üvöltésnek, ott a legvégén a filmnek történik valami, amit nem fogok most elmondani, nem szeretném lelőni a poénját. És onnan az benne van az a jelenet is a filmben, újra leforgatva ebbe a filmbe. Viszont már, ahogy elindul a film, tehát így néztem. Tehát azért mondom, hogy ez a film, ez a kategória, hogy annyira rossz, hogy már jó. Nem úgy, mint a Cannibal Terror, amiről csináltam ugye egy videót, hogy szerintem az a legrosszabb horrorfilm, amit valaha láttam. Mert ez rossz is, unalmas is, és még nem is vicces az a film. Ez viszont végig lehet mosolyogni, aki bevő a mesztelenkedése. Tehát ugye szép, fedetlen női keblek vannak a filmben, annak végképp tetszeni fog a film. Illetve ami nagyon furcsa a filmben, hogy folyamatosan popzene megy alatta, a 80-as évek popzeneje, egy Babel nevezetű rock csapat, vagy nem tudom milyen pop rock csapat lehetett ez, két dal is benne van tőlük a filmben, és folyamatosan előkerül a filmbe, megállás nélkül szinte, és van egy ilyen jó hangulat a filmnek. Aki szereti a 80-as évek horrorfilmeit, főleg ezeket az úgynevezett cheesy, vagy goofy, tehát egy kis butuska horrorfilmeket, azoknak ennek tetszeni fog. Illetve egy másik jelzőt is mondanék, amit az angolok szoktak használni, sleazy. A sleazy pedig az ugye, ami ilyen mesztelenkedős, tehát ez cheesy is, meg sleazy is, ilyen kis gagyi, és mellé még mesztelenkedés is. Amit tudnék mondani ilyen jó példának, a Péntek 13-nak az 5. részét, hogyha valaki látta, akkor tudja, mire gondolok. Tehát, hogy az is egy ilyen jellegű filmnek mondanám, de na, azért nem annyira, mint ez. Ugyanis úgy indul a film, hogy Christopher Lee, hát aki egy hatalmas horror legenda volt,
olvas a Bibliából, és akkor már ahogy elindul az egész, mögé bevágva ez a csillagos háttér, semmi köze nem lesz ahhoz, ami a filmben történni fog, ezután ilyen tök jellegtelen mondatokat mond el. És ő a nagy, úgymond vámpírvadász a filmben, aki majd ugye segíteni fogja a főszereplőinket. Egyik kedvenc jelenetem a filmben az volt, hogy van egy csontváza, és gyakorolja rajta, hogy a karót hogyan szúrja át. Ilyen elképesztően furcsa jelenet van az egész filmben. A színészi játékot, tehát nem tudom, hogy milyen kategóriába sorolni, úgymond Christopher Lee az egy veterán, de hát olyan mondatokat adnak a szájában, aminek semmi értelme nincs, és csak így témfereg az egész filmben. Még a két főszereplőnk, például a női főszereplő, az meglepően hasonlít szerintem Jamie Lee Curtisre, ami szerintem szándékos volt valahol, ugyanis hát a Halloween ugye az lassan beindult, aztán ugye berobbant, még az jóval előtte volt, ugye hiszem ez 1985-ös film, igen, 1985-ös. És furcsa ezt mondanom, ugyanis aki nézi a csatornámat, az látta, hogy milyen véleményem voltam ezekről a filmekről. Erre tudnám őszintén azt mondani, hogy most megnéztem pár órával ezelőtt, hogy simán fognám magam is most újra nézném. Legszívesebben rendelnék egy pizzát, de tele vagyok. Megnézném újra ezt a filmet, ugyanis olyan szinten szórakoztató, olyan szinten bujut a film, olyan szinten egy ilyen furcsa film, hogy elképesztő. Például egyik kedvenc sztorim erről a filmről, ami rajta van egyébként, jó kis extrák vannak rajta. A rendező Philippe Morá, azt nem így kell mondani a nevét, alapból Csehországba forgatták le a filmet. Egyébként ugye Erdély van bemutatva, ugyanis annyi információt kapnak Amerikába, hogy a sötét vidéken vannak a vámpírok, ami egyébként ugye Erdély lenne, tehát sötét vidék egyből Erdélyt kitalálják így az emberek. Közben egyébként valójában Csehországba forgatták le, és annak idején még a vasfüggöny volt a kommunizmusban, és ott kellett, hogy forgassanak. És ugyebár várta a rendező, hogy megérkezzenek a férfarkas jelmezek, ugye? Hogy tudjanak forgatni még többet, már két hete ment a forgatás, de még mindig nem voltak vérfarkas jelmezek. Na, megérkezett a vérfarkas jelmez, és egy hatalmas nagy jel volt a dobozon, és az volt ráírva, hogy Planet of the Apes, tehát majmok bolygója. Tehát majom jelmezeket küldtek el a majmok bolygójából vérfarkasnak, és felhívta a producert, a rendező, hogy figyelj már, hát rossz jelmezeket küldtél el? És akkor mondta neki a producer, ügyes vagy te, majd te megoldod. És akkor mondta neki a rendező, figyelj, egyszerű, vannak majmok, meg vannak vérfarkasok. És akkor fogta a producer és rátette a telefon. Tehát erről beszélek, hogy ilyen komolyan vette a producer is például a teendőket egy filmben, hogy majom jelmezeket küldött egyébként. Magán a borítón is látszik, hogy nem igazán vérfarkasszerűek, és látszik is a filmben, hogy nem igazán vérfarkasok, ugyanis ott voltak a effektes srácok, akik a pályájuk elején álltak, és próbáltak kihozni belőle valamennyi vérfarkas szerű, meg gyorsan mutatják ugye őket, de látszik, hogy nem annyira, egyáltalán nem ijesztőek, inkább azt mondanám. De megpróbálták legalábbis, legalább egyfolytában pörög a film, folyamatosan van benne valami ökörség, tehát egyik hülyeséget követi a másik. Tehát ahogy említettem a videó elején, van benne vérfarkas orgia, tehát egy ilyet még nem láttam filmbe. Illetve édes hármas a filmben, ráadásul úgy csinálják az édes hármast a filmben, hogy nem érnek egymáshoz. Mert kiderült, a szőr elkezdett lejönni, ugye, vagy rájuk tették, hogy ez effektes fiúk, és egyszerűen nem tudtak hozzájuk érni egymáshoz. Ilyen nagyon furcsa az egész film. És van benne legalább gore, tehát van benne egy-két keményebb rész, például van egy törpe, egy szétrobban a szeme. Vannak benne egész jó, van benne egy denevér szörny, ami repül, és egy karaktert megcsonkít, egy jó pofán néz ki. Van benne egy akkor ilyen szexbálvány, a Sybil Denning. Remélem jól mondom ki a nevét. De egyébként így írják, a Sybil Denning. És ő egy osztrák származású modell volt, és ebbe a filmbe ő alakította Stirbát egyébként, amint a borítón is látszik. Ez is egyébként érdekes, hogy napszemüveg van rajta, mint kiderült, be volt gyulladva a szeme, és ezért napszemüveget kellett, hogy viseljen a sötét részeknél is, és kérdezte a rendezőt, hogy nem lesz fura. És mondta a rendező, jó lesz az úgy. És utána egy csomó filmben napszemüveget viseltek a vámpírok. Egyébként belegondolva, hogy egy aprócska kis horrorfilmről beszélünk, de rengetegen voltak úgymond
követői ennek a filmnek. És amit még mondani szerettem volna ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy benne van ez a Cybill Denning, és így elképesztően szűk ruha van rajta végig, ez szinte kibudjannak a mellei, illetve van szárnya is, mint egy denevérnek. Tehát azért is fura ez egész, hogy ez egy vérfarkasos film lenne, de abszolút úgy viselkedik sokszor, mint hogyha vámpír lenne. Olyan az egész film, igazából úgy mondanám, mint hogyha átírták volna egy vámpíros filmnek a forgatókönyvét hirtelen egy vérfarkasos filmre. Úgyhogy igazából minden megvan hozzá, hogy egy kultikus, cheesy, tehát ilyen kicsit butus film legyen, de elképesztően egy szórakoztató filmről beszélünk egyébként. És Christopher Lee-nek a játékát ez elképesztő. Tehát meg a kedvencem, hogy szentelt vízzel ölik például a vérfarkasokat, tehát ez is csak megint vámpír. Illetve ugyanúgy, hogy dobnak ilyen kis fiolákat, szentelt vízzel, és így robbannak a filmbe. Tehát én ezt mindenkinek ajánlom. Tehát aki szereti a bugyuta horrorfilmeken, amik szórakoztatóak is. Tehát én ezt abszolút tudnám ajánlani mindenkinek, aki vevő az ilyenfajta szórakoztatásra. Például, amit ehhez tudnék hasonlítani, a Doom Asylum című film, ami ilyen kategória, vagy az olaszoknál, mondok, mint a Troll 2, akit mindenki ismer szerintem a legtöbben. De én ezt ehhez tudnám hasonlítani, ezt a filmet, hogy igazából jó zenéje, tele van szép nőkkel, fedetlen keblekkel, van benne gór is igazából, jó lát mosolyogni a jelmezeken. Úgyhogy ennyit mondtam volna a filmről, tehát aki vevő rá, az vegye meg, ez a kiadás, ez gyönyörű egyébként. Tehát ezt el kell mondjam, hogy az áró az megint kitett magáért, két oldalas borító, egyébként ez egy Blu-ray meg egy DVD kiadás, de hát én ugye Blu-ray-t használtam. Nincs kizáró, hogy egyszer még egy pólót is csináltatok erről a filmről, annyira megtetszett egyébként. Ha tetszett a videó, akkor légy szíves, dobj rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóig is béke!